Jó reggelt kívánok, sziasztok online teremtők! Mielőtt elkezdeném a tréninget, egy pici elnézést szeretnék kérni azoktól, akik esetleg megbotránkoznak, hogy a mai tréninget trikóban tartom. Nézzétek ezt el nekem, meg lesz majd a jelentősége, neki meg fogjátok látni. Csak muszáj, hogy ezt így ebben a formában végrehajtsam. Szia Kinga, remélem neked se probléma, hogy ma ilyen lenge öltözékben leszek. Na, mégis, megígérem nektek, hogy nem vetközök jobban, csak egy ilyen programban vagyok, és nagyon-nagyon érdekes, ami történik velem, akár testi vagy lelki szinten is, mert egy ilyen teljes átalakulást csinálok. Azért, mert az online teremtéshez bele tartozik, hogy azokat az embereket követik, akik hitelesek, bármilyen téren. Ha anyagi téren szeretnél magadhoz vonzani embereket, akkor meg kell gazdagodni, illetve olyan pénzügyi állapotba kell kerülni, ami vonzó lehet egy-két ember számára. Na most az anyagi jóléthez, amit ugye mi ugye megteremtünk itt magunknak, hozzátartozik egy eszköz. És ez nem más, mint az egészség. Egészség. És most azért szeretném ezt a kis tréninget így leadni, és utána majd a bronztáborba egy kicsit kielemezni még jobban, mert nagyon sokatoktól kapok olyan üzenetet, levelet, hogy szia Vili, nézzük a történeteidet, és tetszik, és szeretnénk ezt lépésről lépésre elsajátítani, szeretnénk ezt úgy megcsinálni, hogy nekünk is jelentkezzenek maguktól emberek, illetve azokat a technikákat szeretnénk tőled megtanulni, amit te alkalmazol, mert látszik, hogy hiteles vagy. Na most ennél jobb elismerést nem tudok elképzelni, amikor vadidegen emberek mondják ezt, hogy szeretnék azt az életstílust, azt az életformát elérni. Na most azért mondom így bevezetőként ezeket a mondatokat, mert nem tudom, hogy te, aki a kamera túloldalán vagy, mit szeretnél? Tehát én, amit tudok nektek nyújtani, neked, hogy a kamera túloldalán, azt, hogy egy egészséghez általam legjobban kipróbált módszernek a megmutatását, és mielőtt még azt sugallanám, hogy hú, ez a tuti, mert sok ilyen történetet látok az interneten, hogy hú, az összes többi az szar, csak a tiéd a jó, én nem szeretnék ebbe a táborba tartozni, én egy ilyen pici irányt szeretnék mutatni, de az igazi iránymutató az te saját magad leszel majd. Tehát én csak itt fölébresztelek, és ha tetszik ez az életforma, amit én csinálok, akkor ebbe tudok neked segíteni, hogy én hogyan csinálom, mik azok a buktatók, amik ahhoz vezettek, hogy azt mondjuk ne csináljam, és mik azok a felébredések, amik viszont hozzásegítettek ahhoz, hogy például két nappal ezelőtt elnyerjek egy kubai utazást, hogy egy két hónap ezelőtt elnyerjek egy toszkánai utazást, meg egy csomó olyan egészségügyi problémától megszabaduljak, ami hihetetlen számomra is. Tehát, még egyszer, ha te szeretnél ott a kamera túloldalán egy jó anyagi függetlenséget, egy életformát, meg egy olyan egészségi állapotot, mint például nekem van, akkor tudok neked csak segíteni, de akkor is csak ilyen 80%-ban, az a 20% az te kell lesz, hogy legyél, te, aki majd a saját életformádra ráépíted ezeket a módszereket. Én mindig fogok neked ajánlani hanganyagokat, könyveket, amiket én is használok. Fogok majd barátaim közül ajánlani egy pár olyan dolgot, személyjegyzőket például, vagy olyan anyagokat például, mint az egyszerű só, ami azért nem egészen olyan só, mint a boltokban lehet kapni. Fogok olyan dolgokat ajánlani, ami víz, és nem az egyszerű csak víz, hanem például desztillált víz, amit én is fogyasztok, meg hogyan csinálok desztillált vízből vitaminkoktélokat. Na, ez is nagyon érdekes. Vagy hogyan társítom az étrendet, hogy használom például a basmatilist a különböző fehérjékkel. Tehát ez egy komplex dolog. Sokan azt hiszik, hogy hát valamilyen irányzatba elindulok, és akkor majd akkor jó lesz. Nem lehet egyfajta irányzatot rátenni emberekre. Kísérletezni kell. Te lehet, hogy más vércsoportba tartozol, mint én. Lehet, hogy
más az elképzelésed az élettől. Lehet, hogy kicsi vagy, lehet, hogy nagy vagy, kövér vagy, sovány vagy, nem tudom. Egyet tudok, hogy én hogyan csinálom, és amennyiben tetszik ez nekem, akkor esetleg követni fog, vagy követhetsz. Na szóval, mi vagyok én trikóban? Pont remélem, jó áll ez a trikó. Akik ismertek, hát tudjátok, hogy van egy szenvedélyem a kajakozás. Igen ám, csak hogy ezt úgy műveltem, ahogyan talán nem szabadott volna. Szétzsigereltem magamat mindig, és rengetegszer megfáztam, nem jól öltöztem föl, ki volt a derekam, hiába mondtam mamám, hogy kisfiam, öltözzél föl, mert megfázik a derekad. Tudod milyen, mikor mama mond valamit, ha? Mama, yeah. Hát nem, most már így mondanám neki, hogy mama, miért nem adtál egy jó nagy fülest kisfiamnak, és akkor jobban fölöltöztem volna, és nem fázott volna föl a derekam, meg a prostatám, hanem kicsit azért más állapotba kerültem volna. De most egy ideje, amióta egészen komolyan kezdtem el foglalkozni az egészségemmel, minden megváltozott. Alapvető, pici dolgokat alkalmaztam, mint ételtársítás például. Mondom, a víz, a só, meg én egy például cukorbeteg diétát csinálok. Nem vagyok cukorbeteg, csak látom, hogy az emberek nagy többsége cukorbetegségbe és a következményeibe hal bele. Nem félek a cukorbetegségtől, bár a családfámban nagyon sokan voltak cukorbetegek, epe, érrendszeri probléma, hál' Istennek rák nem volt, de hát ugye mindenkinek megvan a saját keresztje. Viszont az edzésem során azt vettem észre, hogy ha a cukorbetegeknek a diétáját alkalmazom, tehát az ötszöri, illetve a hatszöri napi étkezést, ebbe beleértve az esti étkezést, amikor mindenki tiltja az esti étkezést, jelentem én, eszek este, és mégis szárkásodom, mégis fogyok. És ezért vagyok most trikóban, hogy lássátok, itt most nem vetkezők le, de például, hogy a szárkásodást. Tehát általában nekem így egybe volt a vállam, látjátok? És akkor remélem nem arra gondolom, hogy most önmutogató vagyok, csak látjátok, tehát teljesen például ez a váll rész, akkor itt ez a kar kezd szétválni, és ugyanúgy itt a mellkas rész, kezdenek kitagolzolódni az izmok, ugyanígy a hasnál, most így gyúrom lefelé a megfelelő zsírokat innen a hasról, már szerintem egy ilyen másfél hónap az is készen lesz, de nem azért, mert én testépítő vagyok, vagy testépítő bajnok, hanem nézem azt, hogy hogyan van, hogyan működik a testem a megfelelő változtatása. Értitek ennek a lényegét? Nagyon érdekes dolgokat tapasztalok, ahogy megy le a zsír például, ahogy erősödnek az izmok, és azt mondták, hogy hát 50 év fölött már nem lehet izmot építeni. Jelentem én legalább 13 kg izmot pakoltam föl egy év alatt, amiért ezen az egészségprogramon vagyok úgy, hogy közben megeszem azokat az ételeket, amiket én szeretek, csak másképpen, másképp társítom. Sőt, elmondom nektek, van, amikor elhagyom magam, például ilyen utazáson, aki velem volt már, az tudja, hogy amikor a terülterű asztalkám van, a svéd asztal, akkor én beterülterűket kérdezek, betöltekezem. Tehát én is emberből vagyok, csak utána mindig visszamegyek az alapokhoz, ugye, ott mindig van valami edzőterem, tehát értitek, tehát emberekből vagyunk. És mi ennek a tanulsága? Az, hogy amíg játszom ezzel a dologgal, egy csomó élettani dolog helyre jön bennem. Tehát nem jól fogalmaztam. Csomó érzet, meg lelki dolog is helyre jön bennem, mert kezd az ember így egyben lenni. Na most, amiről én beszélek, nem csak testi dolog. Mert ugye láttok biztos az interneten ilyen jó nagy kigyúrt embereket, és akkor úgy testileg úgy néznek ki, hogy húha. Ezek között nagyon sok olyan van, akik, tehát egy ilyen testalkatot azért fejben is össze kell rakni, és én most beszélgetek a világbajnokokkal, tehát azokkal, akik naturál testépítő világbajnok, és ő állítja össze az én étrendemet. Azért mondom mindig nektek, hogy mindig attól kell kérni tanácsot, aki ért hozzá, és elmondják, hogy nem elég megálmodni az adott test tömegindexet meg, hogy nézzél ki, azt ki kell kísérletezni magadba egy csomó olyan dolgot, amit lehet, hogy nem is tudod, hogy az létezik, és be kell állj egy olyan
irányba, hogy ugye nagyon otthon kell lenni a táplálkozásban, nagyon otthon kell lenni az edzésben, meg egy csomó olyan dologban, tápanyagkiegészítőkben, amik ha csak egy picikét nem jól csinálsz, akkor már dől az egész. Csak mondok egy példát, hogy értsétek. Én például a vitaminjaimat mindig úgy bekapkodtam így reggel, így gyomorra. Rányomtam az én kis teámat, aztán elindultam. Évekig. És mondja a Márko barátom, a világbajnok, azt mondja, hogy figyelj, ez nagy hülyeség volt, mert a tápanyagkiegészítőket mindig hozzá kell szilárd táplálékhoz tenni. Mondom, miért? Hát bemegy az kéthoz felszívódni. Hát igen, de nem. Akkor fog felszívódni, hogyha szilárd táplálékhoz tud kapcsolódni, és akkor felszívódni. Állom ekkora hülyeséget, tehát így tudod, így ellen. De elkezdtem kipróbálni. És láss csodát, tényleg úgy működik, ahogy le van írva, és azért nem működik sokszor embereknél, mert nem úgy alkalmazzák azokat a dolgokat, amiket odaadnak nekik, tehát nincs egy mester, aki végigvezesse őket a folyamaton. Így értitek ezt? És hogyan ide ez az online teremtéshez? Hát úgy, hogy hiába tudod te a különböző dolgokat, hogy ezt kell szedni, azt kell szedni, meg így. Tehát, hogyha nem egy mester vezet végig, akkor rengeteg kört fogsz futni, mire rátalálsz a saját utadra úgy, hogy az működőképes legyen. Az online teremtésben is rengeteg eszköz van, mindenféle dolog. Ki arra esküszik, hogy hírleveleket kell küldeni, ki arra esküszik, hogy ilyen videókat kell csinálni, ki arra esküszik, hogy elkapó oldalakat kell csinálni, ki arra, hogy összeset kell csinálni, rengeteg vita van belőle. Én arra esküszöm, hogy olyan információkat kell adni az embereknek, amik megvalósíthatók. Olyan infókat kell adni, aminek hatására az emberek agya beindul, és elkezdenek cselekedni. Mert rengeteg elméletet nézelte meg. Elmész ilyen szeretem magam tréningekre, és kijössz, és nem működnek a dolgok, mert nem, nincs meg a mester, aki végigvigyen az egészet. Értitek? Szóval ez egy nagyon nagy téma, ezért jó az, hogy úgy reggelente bejelentkezünk hozzátok, és akkor elmondjuk, hogy mi milyen úton haladunk, mifele megyünk, mert tudjátok, lehet, hogy velem mondjuk nem tudsz azonosulni. De jön egy lila nevezetű csinos szőkehölgy, és elmondja, hogy az ő rendszerén belül, hogy az Access Consciousness-re húzza rá lila, hogy ő módszerénben hogyan lehet, ő hogyan ért el a sikereket. És ha neked azt tetszik, akkor elkezd a lilát, mint mestert megfogadni, és szépen végigvezet rajta. De, ha mondjuk egy jóságos, hogy is mondjam, úriember vagy, aki egy kicsit ilyen nagyobb terjedelemmel rendelkezel, és szereted az embereket, akkor biztos vagyok benne, hogy a Rottek Lacival fogsz tudni azonosulni, megfogadod a Lacit mesternek, na majd meg fogjátok látni a Laci, avval az alázattal, azzal a tisztelettel végigvisz benneteket az úton. Vagy azt mondod, hogy te külföldön vagy, mint magyar mondjuk, ott éled az életedet, akkor biztos, hogy fogsz tudni azonosulni az én köteles Feri barátommal, aki kinnél Svédországban, és elmondja, hogy mit tapasztal, mint svéd, hogyan alkalmazza az egészségprogramunkat, meg egy csomó olyan dolgot el fog mondani, amit biztos neked fog tetszeni, és fölkeresed, és mint mestert megfogadva, szépen végigvisz a Feri az úton. Ugyanaz, csak Pepitába. Sőt, hogyha úgy vagy, hogy azért mind a háromunk mondjuk tetszünk, és most nehogy megsértődjön valaki, mert rengetegen vagytok, akik már tartotok tréningeket, tehát nem igaz, hogy nem tud valaki valamelyikünket választani, és mi nem mesterek vagyunk, hanem karmesterek. Tudod? Tehát hogy is mondjam, hogy nehogy nagyképűnek tűnjön a dolog, bepróbálunk úgy megfelelni, ez se rosszul, inkább szolgálni benneteket, hogy tudjatok valakihez kapcsolódni. Vagy esetleg többünkhöz, mert az irány ugyanaz, egészség és a jólét. Ennyi a történet. Úgyhogy egy ilyen irányú sorozattal fogok készülni. Most úgy volt, hogy visszavonulok egy hétig, mert nagyon belástam magam, mert nagyon jól működik.
egy bizonyos elmélet, illetve gyakorlatban kipróbáltam, amivel meg is csináltam tulajdonképpen az utazásokat, meg az egészségemet, és úgy gondoltam, hogy nem csak annak adom oda, aki mondjuk úgy személyesen jelentkezik nálam, hanem úgy részletesen fölbontva megmutatom ugye a nagy közönségnek, nektek. Így az én ajándékom erre az évre, ez lesz. Nagyon részletes lesz, nagyon humorosan fogom előadni, szép fogjátok röhögni magatokat, de úgy, hogy ezt szép egy beleverem óvatosan az agyatokba. És nagyon fogtok ennek örülni, akik értik ezeket a dolgokat, de a gyakorlati részét azt viszont majd a bronztáborba fogom megmutatni, tehát érdemes hozzánk csatlakozni és bronzá válni, majd meg nem kell lefesteni senkit semmilyen bronzszínűre, megígérem, csak ennek az egészségprogramnak egy része ez a dolog. De higgyétek el, ne röhögjetek, higgyétek el, hogy ez nagyon jó dolog és izgalmas dolog. Úgyhogy nézem az időt, 9 óra 16 van, megígérem, a bronztáborban már fölöltözök egy kicsit, és akkor ott fogunk találkozni 15 perc múlva, 30-kor. A címe a tréningnek, hogyan keres meg embereket online. Nem tudom, ez érdekes-e, és a Facebookot fogunk kicsit kivesézni. Szép fogjátok röhögni magatokat, és titkokat fogok elárulni, ami nekem működik. Sziasztok, imádlak benneteket! Ha tetszett ez a videó, osszátok meg, ha nem tetszett, akkor is, hát, ha valaki ez eljut és elkezd bennünk teremteni. A teremtő erő legyen veletek, kellemes hétvégét, és találkozunk 15 perc múlva.